különleges esemény. Dr. Homoki Tamás alpolgármester lesz a mai Közélet című magazin vendége. Az alpolgármester képviseli városunkat majd a jövő héten megrendezendő Vármegyei Balesetmegelőzési Bizottság évesülésén. Ezen az eseményen a Vármegyei Rendőrfőkapitányság számol be az aktuális baleseti adatokról és statisztikákról. Kecskemét számára fontos az esemény, hiszen az önkormányzat mindent megtesz annak érdekében, hogy csökkenjen a balesetek száma. Ez komoly feladat annak figyelembevételével, hogy városunkban körülbelül 65-70 ezer gépjármű van nyilvántartva. Ez lakosság arányosan a legtöbb gépjárművet jelenti az országban. Kecskeméten 2022-ben nagyságrendileg 900 közlekedési baleset történt, melyből 750 vagyoni kárral járt, személyi sérülést vagy súlyosabb következményt nem okozott. 145 baleset járt személyi sérüléssel és 7 végződött halállal. Dr. Homoki Tamás a tervekről is beszélt, amelyekkel tovább csökkenthető a balesetek száma. Az alpolgármester kiemelte, a térfigyelő kamerák, sebességmérők telepítése, a szintbeli kiemelések és a fokozott rendőri jelenlét hatékonynak bizonyulnak, de legfontosabb, hogy rend legyen a fejekben, a közlekedők betartsák a szabályokat és toleránsak legyenek egymással szemben. A teljes beszélgetést a ma esti híradó után láthatják a nézők.